Ezt is szeretem. Ez akkor kuka. Ez kuka! Kuka! Hú, nem bírom kinyitni. Ez egy lead indication, hogy ezt lehet kidobni. Két fióka, megvagyok! Hogy ezt szem vagy? Hú! What? What's that? Van körömlakod. Osztogad szét valami, nem tudom, bazd meg, adod a valakinek. Már romlott. Watch me. Aj, de gyönyörű színe van. Nem az a jó büdös, na várjál ezt neki. Ez a csillogós dobozom. Mi csillog rajta? Benne minden. Neked is van lámpád, mi? Uh-huh. Három lámpám van. Ott el. What? Don't give up. Never don't give up. Ugyanezt akartam mondani! Ugyanezt akartam mondani! Két szekrény, négy fió. Na. Ráérek. Ez ilyen gyorsan megy, akkor... Elkezdtem pakolni. Barbie nagyon cuki volt, tehát jött Valentin napi vacsizni, és mondtam neki, hogy ha már itt van, akkor üljön be velem egy kicsit, és kezdjünk el pakolni. Elkezdtem pakolni. Van egy doboz teljesen tele, ezt a két szekrényt már kipakoltam, és négy fiók ki van pakolva. Ja, meg az a kettő is ki van. Meglepő, egész jó. Arról nem beszélünk, hogy itt mi van mögöttem egyébként. Ez kuka. És a probléma az, hogy nem igazán tudom, hogy hogy pakoljak, mert tegnap megcsináltam ezt a kezem körmöt, ez viszont lassan 3 hetes. És valószínű, hogy meg kellene csinálni nem sokára, de arra gondolok, hogy amiket használtam, az most kint van, azon kívül kirakok egy szint, hogy legyen valami, és a többit elrakom, mert hogy ezek, amik itt vannak, nem fognak kelleni, úgyse használok annyi minden. És ott nagyon sok olyan körmös cucc van, amit múltkor nem pakoltam ki a szelektálásnál, mert hogy a sminkes dolgokon végigmentem, de utána nyilván nem ültem neki ezeknek, úgyhogy ahogy látjátok, szelektálok, és közben filmezek, és ha minden jól megy, akkor ezzel a szobával szeretnék ma végezni. Nincsen túl sok időm pakolni. Fel kellene vegyek valamit. Olyan kényelmesen vagyok így. Kint van a hurkám. Még egy kicsit lehet, hogy túl cicis.
ebben van az összes zselé. Úgy totál ki van folyva. Let's do it! Felírás vagyok meg. Ezt befejezem, aztán folytatjuk. Amíg megvan a motiváció, addig megpróbálok mindenféle zene, film és podcast nélkül haladni. Legyünk őszinték, nem sokáig fog tartani, úgyhogy kihasználom ezt a kis kezdeti lelkesedést. Ezt már... szállítjuk. Első teljesen telefakolt doboz. Jéj! Ezek apróságoknak. Valahol ide raktam. Hol van? Szerintem ez volt az első palettám. Úgy mondjuk ever. Nyilván nem dobjuk ki. És milyen érdekes, hogy régen hideg színeket használtam, lehet, hogy vissza kellene tér. Nagy kedvenc. Ó. Ezt igazán ki lehetne dobni. Viszont ez meg emlék. Csak csillogó színek vannak benne, shimmery dolgok. És egyszer, amikor Dubajban voltunk, nagymamáiktól kaptam, úgyhogy ez marad.
Mac-es határidőnapló. Csak az igazán fontos palettek. Annyi ékszerem van, mintha hordanék egyébként. Bármit is. Ultra régi napszemüveg. Nem, ezeket kidobjuk? Vagy mit csinálunk az ilyen dolgokkal, amit full nem hordasz soha, de megvan. Meg kell nézzem, hogy ezen mi van. Azt se tudom, hogy ki vagy honnan van. Hát, ha találunk rajta valami érdekeset. Szóval. Ebbe beledobáljuk az összes fülbevalót, amire talán egy pici esélyt látok, hogy hordjam. Ez a fülbevaló, ez egy clips, és egy iskolai színdarabban volt rajtam. Úgyhogy marad. Ezt az egy nyakláncot hordom, amit a csajoktól kaptam, úgyhogy igazán nincs szükségem arra, hogy ilyeneket megtartsak. Miért vettem meg? Mi volt az a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy karika fülbevalót fogsz hordani? Yes! Nem. Szarul is néz ki ráadásul. Ez cuki volt. Nem tudom, mi történt vele. De meghalt. Az a baj, hogy egy pillanatot nem látok, amikor ezek hasznosak tudnak lenni. De tudom, hogy egy gyöngy kellett, és azért megtartottam az összeset. Nem. Egyik legfontosabb csomag az egész költözés során. Szerintem ezzel majd vagyunk. Találtam egyébként egy ragasztót. Elvesztettem megint ragasztót. Fel se keltem innen, hova? Ja.
mégiscsak mennem kell Ikeába. Nincs elég ilyen zacskom, és kedvelem ezeket. Nagyon sok minden belefér, és ja, azt hiszem, hogy a kis koronás hajráfnak így jött el az ideje, hogy anyád, búcsút mondjunk. Oh, iPads. Egy kicsit száraznak tűnnek, azért kibontjuk. Elfelejtem, hogy vannak ilyenjeim. Yeah, they're bad. Hogy üres. Annyi ilyen felszívós maszkom van, mint egy darabot is használtam volna belőle. Az összes tesztert megtartom. Ezek hova? Jó. Ó, kezdek éles lenni. Lehet, hogy ebből fogok csinálni egy hajas zacsit. Nipple covers! No, thank you. Ez se kell. Ez 500 éve lejárt. Ezt megtartjuk. Viszont ezek... Szerintem azt csináljuk, hogy ez lesz egy mindenféle ceruza tartó, ami azt jelenti, hogy az összes szemhéj, szerceruza, szemöldök. Ezeket majd külön, sőt. Oké, azoknak megvan a helye. Ezt mindenképpen elrakjuk, meg kell keresni majd a többi részét is, mert valahol ez hiányos, nem tudom. Vagy? Ó, le van merülve az elem benne, azért nem használtam. Lovely. Ecsetmosó egyébként. Csak hogy tisztázzuk. Megtartsam, hát ha valakinek kell. Hát, ha valakinek kell. Van itt, ami nem kell. Oké, szóval a helyzet az, hogy ebben van az összes mindenféle teszterem, meg arcfestékek. Azoknak majd kell egy külön valamit találni. Nem tudom, miért tartom meg a teszteret, amikor soha, de soha semmit nem használok el. Szalíciusan.
5%-os dubla szifon. Egy betét. Koffein, ezt tudjátok mennyit kerestem? Ez valószínű megromlott. Így. Not looking great. Nah, I don't like it. Még egy szalicílusabb, nem érne. Ez jól megtűnik. Ez az összes rúzs. Hát van még itt is egy. Hyaluron és szkvalén. Oké. Okay. Not that bad. Oké, okay. Ceruzák. Ez itt meg minden hajos, viszont ez, ebből nem csinálunk hajosot, megtartjuk így. Ceruzákat gyors összerakjuk viszont. Valószínű, hogy egy kicsit többet is el fog bírni, mint csak a ceruzák, úgyhogy kivettem még egy pár fiókot. Egy ilyen kis valamit. Wow. És akkor az összes szemöldök cucc. Most látom, hogy mennyire fogom utálni, amikor ezt ki kell válogatni. Egy kárpillával. Folyékony szemhéj. Igen. Szemhéjceruzák. Tusok. Azt hiszem, hogy ez lesz a vége. Hibátlan. Mint már az előbb említettem, éhes vagyok, úgyhogy a kajaszünetet tartunk, utána jövök vissza. Ez egyébként ilyen zseniális sikásdobozt kaptam Fannitól. Nyilván Pilateszen arról beszéltem, hogy mennyire nincs kedvem összepakolni és költözni. Úgyhogy mondta, hogy várj, van egy dobozom, nem kell? Mondtam, hogy te, zseni, mindenképp. Úgyhogy, igen. Szóval, következő lépésben fásztam, úgyhogy felvettem egy pulcsit, és amikor jártam, tudom, hogy senki nem kíváncsi rá, de elmondom. Szerintetek, hogyha összerakok egy ilyet, be fog-e férni az összes rúzs? Szerintem nem. De egy próbát megér. Egyébként be kellene dugjam a fülem. És valamit hallgatnom kellene, hogy ne fázzak ennyit. Ha tippelnem kellene, akkor a videóban most tarthatom mondjuk 36 percnél. Mennyivel satisfyingabb lenne, hogyha csak az ASMR hangocskákat hallgatnátok, nem az, hogy indokolatlanul sokat beszélek. Rúzsok. Oké.
Az a baj, hogy már így is neccesen csukódik. Kind of hell. Ja, ezzel van probléma. Ups. Ez most már így marad. Hányszor fogom még ma elvágni magam olyan? Hogy maradt ki? Egy nyomorult. Oké, üres. Nem üres. Egyébként. Elméletileg van elrakva az utazós kis szettembe szempillaspirál. Ugyanis azon kell élnem két hétig, nagyon remélem. Ezek a Sky High-ok jók? Használhatók-e? Nem igazán. Miért nem dobtam még ki? Nem tudom. Most fogom-e kidobni? Biztosan. Majd szépen kipakolásnál elgondolkozunk rajta. Te onnan jöttél? Ó, innen. Korrektorok. Primerek. De még szeretném, nem? Egy kis is, annak kérdez. Utazok és felvegyek. Szóval, van itt pár ilyen doboz, és szerintem ezekbe bele fogom tudni pakolni a nagyobb dolgokat. Vagy amik kimaradtak. Nem szeretném csak úgy egybeömleszteni az egészet. Az valahogy nem tűnik helyesnek. Aztán lehet, hogy azt kellene csinálni. Kezdek egy kicsit feszült lenni, ha őszintén tudok lenni.